1974. januárja óta itt mossák, takarítják, ellenőrzik a területileg ide tartozó villamoskocsikat. Esetenként itt végzik el a kisebb javításokat is. A villamoskocsik nagyjavítását már a vasúti járműjavító gyár egységében, ismertebb nevén a Fehérúti főműhelyben intézik. Itt végzik a fődarabok azonnali cseréjét is. A nagyjavításra érkező villamosokat itt szinte alkotó elemeikre szerelik szét, hogy aztán a lemezmunkáktól, az elektromos motorok és berendezések teljes felújításáig minden műszakilag szükséges feladatot elvégezzenek rajtuk. Ez a gyáregység, amelyet 1972. márciusában avattak fel, 218 millió forintjába került a vállalatnak. Budapest öt nagy autóbuszgarázsának egyike az Óbudai Kocsiszín. Jelenleg ez a főváros legkorszerűbb autóbuszgarázsa. 277 autóbusz rendszeres felülvizsgálására és tárolására alkalmas. Makettjátékunkban megfigyelhetjük azt az átgondolt technológiai rendet, amely lehetővé teszi, hogy az ide beérkező kocsik szinte várakozás nélkül járhassák végig a megfelelő részlegeket, a hiba megállapítótól egészen a szakműhelyekig. Ennek a garázsnak szervezési tapasztalatait felhasználták az épülő új cinkotai kocsiszín tervezésénél. A vállalat legöregebb létesítményei közé tartozik a Récsei garázs. Épp ezért állandóan újítani, modernizálni kell. A munka szervezettsége és a közlekedés biztonsága érdekében kifejtett tevékenysége így is jelentőssé teszi. Naponta felülvizsgálják valamennyi autóbusz, kormány és fékberendezését, adagoló rendszerét. Műszeres ellenőrzés után minden hibát azonnal helyben kijavítanak. Thank you.
kocsiszínek állásait csak közlekedésbiztonságilag teljesen kifogástalan autóbuszok hagyhatják el. A budapesti trolibuszok többsége a Pongrácz úton pihen éjszaka, vagy a járatok nagyobb szüneteiben. A rendszeres takarításra, ellenőrzésre, kezelésre nekik sem lehet panaszuk. Az egységes vállalat zavartalan működéséhez, a több ezer jármű legjobb kihasználásához elengedhetetlenül szükséges a korunk igényeinek megfelelő diszpécser hálózat. Körözvény valamennyi közlekedő vonat részére. Jó napot kívánok, a pontos idő 14-es óra. Szolgálatot váltottunk. Leváltott menetirányító Dezsőfi Endre, 14 órától menetirányító Varga Ákos, érvényes menetrend az A3-as, mindnyájuknak jó szolgálatot kívánok. Metro 1-es, jó napot és jó szolgálatot kívánok végre. A Vágányútban a 49-es jelző vörös. Kérem a 49-es jelzőre kézi hívó kivezérlését. A hívó kivezérlése megtörtént. A 49-es jelzőn kézi vezérlésű hívójelzés van, kérem a pályafokozat megfigyelését. A metró diszpécserei egyetlen pontról, a deátéri központból áttekinthetik a teljes útvonalat, a közlekedő szerelvényeket, az összes biztonsági berendezést. BKV 51 keresi a BKV 1-et, adása jelentkezem, vétel. Igen, jelentkezem, vétel. A BKV 52 jelenti a BKV 1-esnek, menet nyugati pályaudvar felé Lenin körút és a Veselényi utca kereszteződésbe torlódás van, intézkedést kérek. Egyes vagyok, értettem, feladat körúton, Veselényi utcával menet nyugati pályaudvar felé, torlódás van, már is intézkedem, vétel. Helyesen értette adásomat, köszönöm intézkedését, vége. Még 1974-ben minden autóbuszvonal önálló URH berendezést kap. Így állandó és közvetlen kapcsolatban lehetnek majd a központi diszpécserekkel, akik az Akácfa utcai központból már ma is átlátják a főváros egész tömegközlekedését. És szükség esetén alközpontjaikon keresztül bárhol be tudnak avatkozni. Minden zavar azonnali elhárítására felkészültek. Jelentkezem az ötös hívására, vétel. BKV 5-ös jelenti a BKV 1-nek, hogy a római part környékén rendkívül nagy vihar zúdult végig a transzfürdőkből megindult a nép hazafelé. Tehát sürgősen kérek 10-12 darab autóbusz segítségképpen, vétel. Egyes vagyok, értette vadását, intézkedem. Az autóbusz szakági diszpécser jelentkezzen, vétel. Autóbusz szakági diszpécser jelentkezzen, vétel. Megkérem, azonnal indítson Pünköst fürdőhöz a 3-as alközpont területéről 5 darab autóbuszt, és az 5-öséről is 5 darabot, vétel. Erőt, egészséget, központi diszpécser Molnár vagyok. A római nagy vihar vonul végig, ezért kérem, azonnal küldjenek Pünköst fürdőhöz 4 darab autóbuszt. A hév szakági diszpécser jelentkezzen, vétel. A éjszakági disztésen jelentkezik, vétel. Azonnal állítsa be Békási megyeren álló tartalék észrelvényt.